ezüstös nap a mai, két érem is született most itt szombaton. Hogy értékeled a mai napot? Hát természetesen nagyon örülök, hiszen az olyan ezüstérmek születtek, amiből ugye Katinka azért az egyes pályán úszta a döntőt, és bár várható volt, miután ma nem volt plusz száma, és délelőtt pihentő délután azért az igazi hosszú Katinkát látjuk. A 100 pillangó pedig, aki itt volt, az láthat, hogy bármi megtörténhet. Cselaci mondjuk 9 százada marad le most is a dobogóról, de hát a fiatal Milán Kristóf az véghelyt állt. Hát azért azt hozzátenném, hogy az olimpiai bajnokot megverte a Kristóf. Ez az amerikai, aki megelőzte, ez 4 évvel idősebb nála, és most robbant be a világ elejére, de hát tehetségek máshol is vannak, azzal együtt meggyőződésem, hogy a Kristófnak még sokszor fognak himnuszt játszani. A 804 gyorsan ugye a Boglárka, látva azt ugye az előző 6-7 napot, hogy nem volt csúcsformában, egy nagyon jó pályabeosztása volt, és a 200 pillangó világbajnokával, a Belmonte Mirájéval, aki 1500-en ezüstérmes volt, nagyon szép csatát vívott, és végül az 5. helyével azt kell mondjam, hogy elégedett vagyok. Bós Zsicsinek nem jött ki a fal, ennek ellenére majdnem bement a döntőbe 56-on, és hát egy újabb váltunk lett 6. a mix gyors váltó, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy sikeres szép nap volt. Holnap várható? Holnap van a két legmagyarabb szám, ugye a 400 női, 400 férfi vegyes, és a két darab 400-as vegyes váltó, amiben indulunk. Ami máról ment holnapra középdöntőből döntőbe, abban nem szerepelünk, de a két darab 400 vegyesben nagyon bízom benne, hogy igen, és a két váltónk most legalább az egyik, remélem, hogy döntős lesz.